Sókeszt. Műsorok szívvel, lélekkel. Új lendület. Új energiák. Új podcast epizódok. Ez a Lélek Koffein Podcast. Power Kristinával. Lélek mi emberek abszolút szuperszínesek vagyunk, és nagyon sokféleképpen gondolkozunk az életről, a halálról, a változásról, és igyekeztem én úgy utazni, hogy, hogy nyitott szemmel, és ilyen kérdőjelel a fejem fölött mindig így kíváncsian sokkal jobban értékelem már azt, hogy nem ezeket az anyagi dolgokat, hanem, hanem hogy így szeretni, adni, kedvesnek lenni, odafigyelni a másikra. Ezeknek szerintem mind nagyobb jelentősége van, és ahogy utaztam, ez így nőtt bennem. Szóval minden érzés, én azt vallom, hogy helyén való. És elnyomni az érzéseinket, az, az nem járja, hanem hogyha így megjelenik valami az életünkbe, akkor, ahogy így előmeséltem meséltem, filmekkel, az érzések is biztos, hogy valamit így mutatnak, vagy tanítani szeretnének. Sziasztok, én Luca vagyok, ez Anyapuszkettje, koffeim. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Kofein Podcast hallgatóit. Sziasztok, drága hallgatóim! Itt vagyunk, újból eltelt két hét, hétfő hajnal van, remélem jó sokan vagytok, akik már velem együtt jelen vagytok, itt vagytok, és hallgatjátok a legfrissebb epizódomat. Képzeljétek el, egy varázslatosan szuper interjú invitáltan, invitáltam, és most elmondanám, hogy valószínűleg ez a rész már inkább ősz végén, akár már a télbe hajlóan hideg napokon fog kimenni, de mi még itt vagyunk augusztus végén, és sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Illés Adorjánt, egy igazi világutazót. Sziasztok! Köszönöm szépen Kriszta a meghívást. Nagyon kellemesek az energiáid és a hangod is, úgyhogy már most nagyon szeretek itt lenni veletek. <laughs> nagyon kedves vagy. Igen, igyekeztem, meg igyekszem, hogy ti is, akik az interjút elvállaljátok, akkor ti is érezzétek ezt a fajta energiát, hogy a legnagyobb jó szándékkal invitálok benneteket mindig az epizódba, és kifejezetten arra szeretnélek hívni, hogy add magadat. Én most már azért ismerlek rengeteg mindent, olvastam rólad, hallgattalak már, tudom, hogy motivációs trénerként is dolgozol, de szeretném, hogyha úgy bemutatnád magadat a hallgatóimnak, akik esetleg még nem ismernek téged. Én direkt nem mondom a felvezetőben, hogy hogyan és miként tevékenykedtél a múltban, vagy tevékenykedsz a jelenben, kérlek Adorján, mutasd meg magad tulajdonképpen a hallgatóknak úgy, mint hogy tényleg egy ilyen teljesen csupasz, igazi hófehér papírlapon lennénk, és hogyha le kellene írni, hogy ki is az az illés Adorján, akkor hogyan mutatnád be magad? Oké. Okay. Sziasztok, Illés Adórián vagyok. Egy bajnevű kis községben nőttem fel, világéletemben nagy álmaim voltak, és első és utolsó munkahelyemen a Magyar Telekomnál mérnökként dolgoztam, majd hét és fél év munkaviszony után fogtam magam, felmondtam, eladtam minden létező tárgyamat, amivel rendelkeztem, és életem első kerékpáros túrájaként elindultam, hogy megkerüljem a földet. No, igen, akkor most mondom a hallgatóknak, mi hogyan találkoztunk. Nem a világ körüli utazásod alatt, <laughs> sajnos, hanem, hogy mi voltunk ugye egy üzleti fesztiválon, vagy egy üzleti vacsorán, ahol is a párom elkezdett veled ugye beszélgetni. Igen. És én pont ott jobbra-balra networkingeltem, meg dolgoztam, szóval, hogy el voltam, és akkor jön oda a Csabi, hogy figyelj már át, hogy itt van egy varázslatos férfi, muszáj vele majd interjút készítened. És akkor kérdeztem, miként, hogyan mere, és oda invitált, és ugye ott ismertelek meg, és te már ugye a Csabi meséltél a te világ körüli utadról, de nem is akárhogyan, hiszen ezt ugye biciklivel tetted meg több interjút én hallgattam tőled, és amikor felmerült bennem a kérés vagy a kérdés, hogy hogyan és miként tudnálak úgy megmutatni a hallgatóimnak, hogy egy picit más legyen, mint az eddigi interjúkban és riportokban. Mert valaki beírja a nevedet, most már azt gondolom, hogy több tucat cikk, illetve podcast epizód is, akár a Karizma podcastben hallgattalak téged, Bolya úgy amúgy nagyon jó barátom volt, kollégám, fantasztikus, szuper kis adást raktatok össze, de nekem nem az volt első körben a célom, hogy akkor most mutassuk meg a a hallgatóknak, hogy neked éppenséggel milyen volt ez a világkörüli út biciklivel, hanem szeretném, hogyha ennek az önismereti részét, a spirituális részét, azt a fajta energiát, amit te onnan hazahoztál, megmutatnánk, vagy bemutatnád a hallgatóknak. Kérlek, Adorján, mesélj az utad legelejéről. Oké, hogy eladtál mindent, és ott hagytad a multi állásodat. De hogyan és miként, ugye, ha jól tudom, egy barátoddal indultál el erre az útra. Kérlek, arról mesélj, hogy mentálisan, akkor milyen állapotban voltál. Jó, talán kicsit visszamennék az időben, és 28 éves koromtól kezdtem el foglalkozni az önismerettel, a spiritualitással. Igazából az vitt rá, és annyira érdekes, hogy szerintem az életben minden így támogat minket, és akármikor, ha könnyű az életünk, ha nehéz az életünk, minden egy lehetőségként is fel tudunk fogni és akkor tájt még én kicsit így félénk gyerek voltam, és ez leginkább akkor terült ki, amikor elmentem hétvégente bulizni, diszkóba meg ismerkedni, és mindig így azt éreztem, hogy így szeretnék ismerkedni, leszólítani csajokat, meg ilyenek, és sokszor nem jött össze, mert nem mertem oda menni. És az annyira zavart már engem egy idő után, hogy azt találtam ki, hogy én ezzel ellen tenni fogok valamit. És az első nagy lépés, 28 évesen, az volt, hogy elmentem egy agykontrolltam folyamra. És ez a négy napos tanfolyam alatt kiderült, megtapasztalhattam, hogy sokkal többre vagyok képes, meg vagyunk képesek, mint gondolnánk. És onnantól kezdve így a mai napig abszolút szuper rákattantam erre az önismereti útra, a spiritualitásra, a meditációkra, meg ezekre a dolgokra. És amikor elindultam, akkor közel 33 éves voltam, és, és már rendszeresen gyakoroltam a különböző kis meditációkat és a technikáimat. Érdekes módon, amikor még szóba került, önképpen elmondom, hogy hogy volt az egész történet, a felmondás időmet töltöttem a Magyar Telekomnál, és akkor Szabó Ádám barátom hazatért az Európát megkerülő biciklistúrájáról. És akkor hazajött, itt találkoztam vele, és így egyfolytában mesélte a sztorikat, hogy itt járt, ott járt, mennyi különböző kalandokba keveredett. És nekem nagyon megtetszett az egész dolog, hogy milyen kalandokban lehetett része, és erre a beszélgetésre láttam egy pár hétre, meg írta Ádám interneten nekem, így cseteltünk, hogy jövőre, 2015-ben ő szeretne elindulni egy világkörüli útra. És nekem annyira megtetszett ez a dolog, hogy megkérdeztem tőle egyből, hogy mehetek-e veled. És azt mondta, hogy igen, és én igazából így kapcsolódtam be ebbe a projektbe. És azóta sokat gondolkoztam ezen, mert rengeteg előadást tartottam már, meg élménybeszámolt az utazásomról, és, és szokták azt kérdezni az emberek, hogy, hogy, hogy jött ez az egész ötlet, meg hogy nem félté, meg hogy találtad ki, és szerintem van két így elválasztható dolog, az egyik a sors, a másik a végzet. A sors, ami így nagyjából meg van írva nekünk, a végzet, meg amit a legbelül így a szívünkből jön, és akkor úgy tudjuk a legjobban megismerni önmagunkat. Viszont nekem szerintem ez az utazás, ez meg volt írva. Az nem volt megírva, vagy ez most én történetem, hogy mik fognak történni, hogy fogom megélni a különböző dolgokat. Viszont az, hogy így elindultam, és hogy így elém tette az élet ezt a dolgot, én meg belementem, nekem nagyon könnyed volt. Annyira könnyen indultam el, mint hogyha azt mondott Kiszta, hogy itt egy alma, emelt föl. És akkor így csak nekem ennyi volt, hogy mondta az Ádám, hogy megy világá, és így a teljes testemben éreztem, hogy ez valami olyan szuper dolog, amire itt csatlakoznom. El, és onnantól kezdve így egymás után csináltam a dolgokat, ahogy említettem, hogy eladtam mindenemet, kellett venni biciklit, felszerelést, meg ilyesmit, és akkor 2015 nyarán indultunk el. És még visszatérve a kérdésedre, hogy hogy volt az, hogy milyen mentális állapotban indultam el. Ahogy bejelentettem a szüleimnek és a barátaimnak, hogy megyek világgá először persze így néztek, hogy mi van, mi van ezzel a sráccal, meg hogy biztos, hogy jól meggondoltad. És a következő gondolatok, amik így felém jöttek, azok az voltak, hogy mi lesz, ha beteg leszel, mi lesz, ha megsérülsz, mi lesz, ha kirabolnak, mi lesz, ha elromlik a bicikli, mi lesz, ha elfogy a pénzed, stb. És nekem az volt a, már az akkori hozzáállásom, hogy én nem ezekkel az aggodalmakkal meg félelmekkel foglalkoztam, hanem minden létező energiámat arra fókuszáltam, hogy én így bízok magamba, és meg fogom tudni csinálni. Bármit tesz elém az életén, lehet ez még kicsit így önmagamnak, mert nem tudtam egyszerűen, mire vállalkoztam. Ahogy mondtam, még ilyen egynapos bicikli túrán sem voltam előtte, úgyhogy el sem tudtam képzelni, hogy mik, mik, fognak várni rám. És én annyit csináltam, hogy mindegy, én ide megyek, tökre azt érzem, hogy ezt végig kell csinálnom, és, és majd lesz, ami lesz, de én helyet fogok állni. Egyszerűen csak nézlek, figyellek, hogy ez a fajta erőenergia még a mai napig ugye veled van, sőt, gondolom még nagyobb tudatossággal és, és mentális jó léttel éled a mindennapjaidat. Még mielőtt rátérünk a jelenre, illetve a jövődre és a víziódra, mesélj nekem úgy, hogy oké, okay, ilyen erővel, energiával azért kőkeményen úgy hallom, hogy az ego is elindult, hogy húha, hogyha jön a baj, jönnek a pessimista, negatív gondolatok. Ezeket az agykontroll segítségével tudtad hát mondjuk elnyomni, vagy kifejezetten erre volt egy más eszközöd is, hogy amikor mondjuk jön egy ilyen kétség, akkor ezt hogyan tudtad felülírni? Uh -huh, remek kérdés, köszönöm. Köszönöm. Hát egy, egyrészt szerintem mindannyian így megszületünk valahogy már alapképességekkel, és én úgy azt szoktam tartani magamról, hogy én olyan vagyok, mint a... Láttad az Asterix és obelix Na, abban van az Obelix, az igen. a nagy darabgal, és ő kiskorába beleesett a varázsfőzetbe, és neki nem kell varázsfőzetet inni, hanem alapból erős. Igen. És bár én az életem különböző részén sokat kellett tanulnom a magabiztosságról, meg hogy kiálljak magamért, viszont bizonyos dolgokban ez nagyon jól sikerült. És ahogy így elkezdtem tényleg így foglalkozni az agykontrolla meg ilyesmi, így minthogyha így, mint így csettintésre léptem volna szinteket, és a, az induláskor pont ez a, ezek a félelmek egyáltalán nem zavartak. De az volt, hogy a Budapesten a 9. kerületben laktam előtte, egy tökmenő menő albérletben, minden szuper volt, tök jó, kerestem a munkahelyemen, és akkor felmondtam, és akkor a bicikli olyan 30 kiló súlynyi cuccot vittem négy évre. Szóval nem volt az, hogy viszek magammal 10 pár cipőt, meg 50 pólót, meg ilyesmi, hanem pont annyi tárgy lehetett csak nálam, amennyire pont szükség volt. Szóval minél több cucc van nálam, annál nehezebb tekerni a biciklit. És akkor ebből a jó módú életből egy csapásra az lett, hogy másnap napi 4-5-6 órát tekertem az 50-valahány kiló össúlyú biciklimet, és közben sátorozni kellett, bekopogtatni vadidegenekhez szállást keresni, mert úgy tudtam utazni négy éven keresztül, hogy szinte sose költöttem szállásra, mert olyan napi 1500 forintom át rendelkezésre. Ezt már előre kiszámoltad, tehát mindent eladtál. Hm. Volt egy alaptőkéd, és ezt szétbontottad, hogy akkor naponta 1500 forintot költhetek. Igen, pont így volt, Ú, azt csináltuk. Az volt a jó, hogy Ádám már itt tapasztalt volt ebben az az egész utazósdiban. Ha egyedül indultam volna el, akkor lehet még most is valahol kint bolyonganék a világban, viszont nagyon sokat tudtam tanulni Ádámtól. És ő mondta, hogy számoljunk azzal, hogy két hetente körülbelül 1000 kilométert fogunk tekerni, az azt jelenti, hogy 10 napon keresztül napi 100 kilométert, azért egy 50 plusz kilós összsúlyú ez nagyon nehéz, főleg nekem így zöldfülüként, és akkor lesz négy nap pihenőnk és tudtuk, hogy nagyjából milyen országokon keresztül szeretnénk megkerülni a Földet. Hogy elindultunk kelet felé, és akkor Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Fiji, Japán, Észak-Közép és Dél-Amerika, és vissza Európába, és kiszámoltuk, hogy mondjuk Budapestről Szerbiáig, nem tudom, 150 kilométert kell csinálni. Onnan Bulgáriáig még x kilométer, és így, így nagyjából összeadtuk a kilométereket, hogy mennyi lesz, amíg megkerüljük a Földet. 40 valahány ezer kilométer jött ki. És ezt elosztottuk azzal, hogy két hetente ezer kilométert fogunk haladni, és akkor kijött körülbelül, hogy ezt az expedíciót ön két vagy maximum két és fél év alatt meg lehet csinálni. És még ezt a számot kicsit feljebb kerekítettük, és akkor ezer nappal számoltunk és ahogy így mindenemet eladtam, meg igen, amit tudtam, hogy pénzé konvertáltam át, olyan 4 millió forintom lett, ez 2015. És abból vettem biciklit, sátrat, hálózsákot, meg még egy-két cuccot, és akkor maradt 3 millió forintom. És ezt a 3 millió forintot elosztottam ezerrel, úgy kijött, hogy naponta, 3000 forint áll rendelkezésre. Igen, ám csak ennek a pénznek még azt is fednie kellett, hogy néha kellett vízumra költeni, hogyha elértük a kontinensek végét, akkor repülni kellett, meg egyéb kiadásokra kicsit is félre kellett tenni, és akkor egy nagy huszárvágással ezt a három ezret is még így ketté osztottam, és így jött ki az 1500 forintos napi költségvetés. Ki jöttél belőle? Igen, ez egy ilyen tök erős szabály volt az utazásunk elején, majd szívesen mesélek arról is, hogy másfél év után különváltunk váltunk Ádámmal, és akkor ő is megcsinálta ezt a földkerülős túrát, meg én is csak időben máshol voltunk, aztán még találkoztunk Japánba egyszer, meg, meg Amerikától együtt bicikliztünk Mexikóig, ez is egy kalandos történet, de az a lényeg, hogy onnantól kezdve, hogy én külön váltam, Kicsit ez, hogy minden nap 5 dollárból, 1500 forintból gazdálkodjak, ez egy icipicit hátrébb került, így a szabályokat tekintve, és a legfontosabb, egyik legfontosabb szabályom az lett, hogy bármikor, amikor azt érzem, hogy valakinek adnék, mert végtelenül kedves emberekkel lehet találkozni a föld körül, akkor nem számított annyira ez a pénz. És emlékszem, amikor Japánban jártam, egy elképesztően jófej srác befogadotta volt egy ilyen vendégháza, és ott laktam el hogy két hétig. És annyira jó fej volt, hogy vettem nekik ajándékba, mert én vegetáriánusként utaztam, és nagyon szerettem a gyümölcs-turmixokat. És ebben a vendégházban nem volt turmix. És én fogtam magam, elmentem ott Japánba az egyik boldog, vettem egy turmixot, és oda ajándékoztam nekik, hogy nagyon szuper ez a vendégház. És bár ez bőven túlhaladta az 1500 forintot, viszont ez már így fontosabbá vált számomra, hogy adjak, és ami így jön szívből. Adja Isten. Annyi kérdésem van, és pedig a interjúra most már is készültem, rengeteg kérdést írtam föl, de tudtam, hogy ez lesz, hogyha belecsapunk, akkor még több kérdés érkezik majd. No, oké. Okay. Hát mivel adtál, gondolom nagyon-nagyon sok mindent az élettől kaptál. Igen, igen, és először még, még, pár évvel ez indulásom előtt erről csak így olvastam, hogy létezik ilyen az univerzumban, hogy amilyen a tehoz, ugye ez még Hermes Trismegisztosztól származik, hogy ahogy bent, úgy kint, hogy ahogy mi belül érezzük magunkat, úgy fogjuk a külvilágot felfogni. És utána elkezdtem így ezt gyakorolni, és így élni, és ennek köszönhetően is rengeteg Hát mondjuk négy évig utaztam, minden nap egy csomó emberrel találkoztam, és a találkozásaim 99 a szuper jól sikerült. Ez az egy elég jó szám szerintem. Nagyon ritkán volt, hogy valami rossz történt, ötször kiraboltak a négy év alatt, de azok a sztorik is jól végződtek, és tényleg ez kellett hozzá, hogy hogy nekem milyen volt a hozzáállásom. Tehát az életünkben, az életünk egyenletébe beleszámít az, hogy mi hogyan viselkedünk. És biztos a hallgatók is ismernek olyan embert, aki így sokat szokott dühöngeni, vagy panaszkodni, vagy ilyesmi, akkor ő valószínű több olyan dologgal találkozik, ami így panaszkodásra, meg dühösségre ad okot. Viszont, hogyha megváltoztatjuk a fókuszunkat, és inkább azt nézzük, hogy miért érdemes hálásnak lenni, hogy reggel mondjuk akkor felkelünk, lehet arra gondolni, hogy ú, uh, még egy napra kaptam lehetőséget, és akkor ismét élhetek, találkozhatok jófaj emberekkel, meg ilyesmi, hogy ez, ez a hozzáállás, ez a pozitív hozzáállás rengeteget tud adni az életünkhöz. Adorján, elmeséled nekünk azokat a spirituális élményeidet, ami, ami a legbrutálisabb volt a négy év alatt? Egyet tudok a csukló gyógyítását. Ezt kérlek mindenféleképpen meséld el a hallgatóknak, aki esetleg még nem hallotta ennek a történetnek így a végkimenetelét, de van-e még olyan spirituális, vagy egy olyan mély lelki gondolatod így a négy év alatt, amit mindenképpen szeretnél átadni a hallgatóknak? Rengeteg. Most az jutott az eszembe, hogy mondj esetleg egy országot, vagy kontinenst, és akkor onnan kiemelek egyet. Nekem az utazásom, az egy felfedezés volt, és nem csak a világot felfedezni, hanem önmagamat felfedezni, és, és, kb. minden nap így, így csordoltik voltam telve a, az, hogy milyen fantasztikus az élet, és hogy egyébként én is, és az egész emberiség mennyire összetett testileg, lelkileg, szellemileg, és hogy No, mivel az én podcastom, és nincs itt rendező, és senki nem mondja nah. meg, hogy mit kérdezhetek és mit nem, és ez abszolút egy ilyen nagyon szabadlelkű kis, kis műfaj, ezért akkor elkezdjük, oké? Okay? Kezdjük sorrendben. Mit tapasztaltál leginkább, így kezdjük a sajátunkkal Európában, hogy ami kifejezetten kiemelnél? Uh -huh. Körülbelül három vagy négy napja voltunk úton Ádámmal, és Szerbiában egy hegyes úton bicikliztünk, és kezdett besötétedni. És akkor azon gondolkoztunk, hogy hol fogunk majd aludni, és Ádám tök szemfüles volt, észrevette, hogy az útszélén, a hegy lábánál van ott egy tisztás, és oda felhúzhatnánk a sátrunkat. És fölmentünk ide, föl, ilyenkor azt kell csinálni, hogy lepakolni a táskákat, fölcipelni a táskákat, levenni a bicóért, fölvinni a bicózóval, a logisztika az elég megpróbáltatás volt. És akkor fölértünk oda, akkor észrevettük, hogy egy ott egy srác, vagy inkább egy hát 40 év körüli emberke, aki egy barlangban lakott és így elkezdtünk vele beszélgetni, szerencsére tök jól tudott angolul, úgyhogy könnyen megértettük egymást, és szerintem több órát így együtt beszélgettünk ha jól emlékszem, Dusánnak hívták, és Dusánnak az volt a sztoria, hogy ilyen, nem is tudom, mit dolgozott annó, de hogy így el volt a hétköznapi életében, majd a valna meghallotta, hogy Indiában van egy olyan szent hely, ahol pálma levélből kiolvassák a te sorsodat. És neki ez annyira így megtetszett, vagy felkeltette az érdeklődését, hogy elutazott Indiába, és akkor szólt ott a bölcseknek, hogy csókolom, dusán vagyok, legyen szívesek kiolvasni a sorsomat, hogy mi a helyzet. És megtalálták a pálmalevelét, és azt olvasták ki belőle, hogy neki vissza kell térnie a hazájába, Szerbiába, és az a feladata, az az élet küldetése, hogy a folyóknak a folyását kell biztosítani. És onnantól kezdve ő ezt úgy csinálta meg, hogy visszaköltözött a Szerbiába, egy barlangba, ott hagyta a régi életét, és remeteként, mikor mi találkoztunk vele, tíz éve élt azóta a barlangba, és azt csinált, ő reggel fölkelt, lement a folyóhoz, hogyha volt ott valami fadarab, vagy ilyesmi, azt eltakarította, közben ilyen kis lépcsőket csinált magának, és, és, egyfolytában ő is mondta a sztorikat, hogy például amikor a hegyen szokott este ott a barlang szélén pihengetni, akkor te a közeli hegy, az egyik közeli hegy, egyébként egy titkos katonai bázis, ahol rengetegszer szokott ufókat látni. Most ez komoly? Igen, és ez volt a harmadik napja az utazásunknak, és érted, egy ilyennel találkoz, és onnantól kezdve kb. ez ment négy éven keresztül. Adi, erre te hogy reagáltál ott? Akkor ott még nagyon a legelején jártatok. Gondolom fel sem készültél arra, ami rád várt. Nem. Spirituálisan. erre lehetetlen, hát hogyan? Fel kell ezt a kérdést, mert ismerem a hallgatóimnak így a gondolkodását, vagy persze tisztelet a kivételnek, de hogy bolond volt egy kicsit ez a dusán? éresszél rajta. Nem, bármi. nem, abszolút Tehát tiszta fej fejű volt. És, és, és ő úgy élt ott, és a mai napig valószínűleg ő ott él, és ez az ő szó szerint élethivatása. Igen, igen. Azt a mindenit és akkor volt ott a barlang ott ki volt alakítva, hogy gyertyákkal világított, akkor volt valami ruhaszárító kötélszerűség, és akkor ott szárította a ruháit, meg így mindene meg volt kb. Mit adott neked ez az ember leginkább? Hát az, hogy mennem kell tovább, mert ez nagyon brutál, ami, ami így zajlik. Tényleg pár napja voltunk úton, és akkor egy ilyen szembe jön. Ja, és akkor azt még nem is meséltem, hogy utána Dusá még folytatta a sztoriait, közben lesétáltunk arra a helyre, ahol a sátrainkat szeretük volna felhúzni, és képzeljétek el, hogy ott a sátra hely mellett volt egy ősi kolostor rom, már csak egy ilyen kőbe, egy nagy kőfalba vésett kolostor rom, és Ordósán így mellékesen, amikor már itt tökre besötétedett, elmesélte, hogy egyébként itt régebben apácák éltek, és egyszer, nem is tudom hogyan, de hogy jött valami, az a hogy kinyírták az apácákat, mindent, és Onnantól kezdve néha éjszakánként lehet hallani az apácák sikoltását, az apácák szellemének a sikoltását. Pont ott a sátrú mellett ezt a sztorit még lefekvés előtt bedobta. <tosz> Sok mindenre számítottam a veled való beszélgetésre, de azért ilyen dolgok nem. Aztán... A... És szerencsére nem volt. Vaj, vagy lehet, hogy volt, de én elaludtam. Az első fél évben minden este összeestem kb. a fáradtságtól, mert abszolút szuper megpróbáltatás volt ez számomra, hogy 5-6-7 órán keresztül tekerni a biciklit. Ha mínusz 10 fok volt, ha plusz 50 fok volt, mindegy, mentünk előre, azt tekertünk, és mindig úgy elfáradtam, mint a gép, és egy fél év kellett ahhoz, hogy hozzászokjon a szervezetem, utána viszont már így lecsökkent ez a fizikai, testi szenvedés faktor, és egyre magasabbá vált a, a, a fán rész. Menjünk tovább a kontensekkel. Mi az, amit még kiemelnél, akár mondjuk folytassuk Amerikával? Jó, Amerika. Egyébként úgy utaztam, hogy először átbicikliztem Ázsián, egészen Balig, hogy... Akkor menjünk Ázsiáig. Akkor most én ugrabugrálok, bocsáss meg, kérlek, ne haragudj, úgy, nem tudtam, Jó. hogy mi a menet. Akkor elmondom szívesen, <laughs> hogy úgy haladtunk, hogy Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Örményország, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsigisztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, India, Nepál, Tajföld, Malázia, Szingapur, Indonézia, Ausztrália, Új-Zéland, Fiji, Japán, Hawaii, aztán az egy, Egyesült Államok főszigete és Mexikó, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, majd öt hónapot voltam Kolumbiába, három hónapot Ecuadorba, és onnan visszerepültem Madridba, Spanyolországba, és akkor úgy mentem haza, hogy Spanyolország, Franciaország, Monaco, Olaszország, Ausztria és Magyarország. Nem hiszem el, komolyan. De így lett 39 ország, olyan 46 ezer kilométer tekertem, és betelt az új útlevelem teljesen. Egyszerűen, ahogy már mesélsz róla, nem hiszem el, hogy biciklivel, Fidzsi Hawaii, Mexikó, Peru, tehát te jó Isten! Na jó, oké, menjünk, menjünk tovább, mert itt fogunk ülni egész e, jó. <laughs> szóval, akkor mondtad, hogy akkor menjünk ugye Ázsia? Igen. Ázsia, tele van ugye spiritualitással, tele van ugye, én azt gondolom így egyszerű laikus magyarként, hogy, hogy ők ugye ezért valamivel többet tudnak spirituálisan, akár így a meditációtól kezdve, a hogyan legyünk jól, jól, létig, pénz nélkül, ugye ezzel rengeteget olvasok én is ezekről a tanításokról, ugye akár ott ugye a buddhizmus, egy csomó olyan kis fűszere van az ő mindennapjaikban, ami, ami amiben mi, európaiak is tudunk tanulni. Neked mit adott Ázsia? Már akkor elkezdett izgalmassá válni ez az ázsiai légkör, amikor beléptünk Törökországba. Ha jól tudom, akkor Isztambulnál van a határ, ahol még Európának számít, és Isztambultól keletre nézzük, hogy onnan már Ázsiában vagyunk. És Törökország az iszlám állam, és nagyon érdekes volt, amikor a városok szélén, vagy olyan parban, vagy ilyesmi helyeken sátoroztunk, akkor reggel is, meg délbe is, meg este, már mint ami reggel, meg este, amikor ott voltunk sátorban, hallottuk, hogy, hogy hangszórók vannak kitéve nagyon sok utca a kereszteződésbe, és imádkozás zajlik. És az iszlám államokban megvan adva, hogy a csillagok állásából olvassák ki, hogy most van mondjuk augusztus 29, akkor ma az első imádkozás az 5 óra 13-kor lesz. És akkor 5 óra 13-kor az egész országban, hogy bekapcsolják ezeket a hangfalakat, és akkor ott van egy pap, vagy egy ilyen felkent ember, aki ilyen éneklésszerűen imádkozik. És például olyan érdekes volt az, hogy, hogy Eleve ezt így el kellett fogadni, hogy akkor nincs alvás a sátorba, vagy hogy felkeltem, hogy de egy idő után így hozzászoktam. És az nagyon fontos volt az utazásomnál, hogy elfogadással utazzak, mert mi emberek abszolút szuper vagyunk, és nagyon sok minden szokásaink vannak, nagyon sokféleképpen gondolkozunk az életről, a halálról, a változásról, és igyekeztem én úgy utazni, hogy, hogy nyitott szemmel és ilyen kérdőjelel a fejem fölött, mindig így kíváncsian. Nem volt ilyen elvárás bennem, hogy, hogy akkor valakinek így kell viselkedni, meg úgy kell viselkedni, mert lehet, hogy valaki teljesen máshogyan nőtt fel, mint én, akkor hogy gondolhatom én azt, hogy ugyanazokat kéne neki gondolnia, vagy csinálnia, mint nekem. És ennek a nyitott hozzáállásnak köszönhetően rengeteget tanultam így a spiritualitásról is. De amit előbb említettél, hogy kevés pénzük van az embereknek Indiában, ez tényleg így van. Én voltam olyan helyen, ahol lesz ott egy úriember Indiában az utcán, így valamiért így szimpatikus voltam neki, és akkor mondta, hogy meghívna ebédelni. Csak úgy leszúlított, vagy tudtam, úgy te célodat, meg hogy miért vagy ott? Hogyha úgy utazol, hogy van egy biciklid, és tele vannak pakolva a táskákkal, akkor az egy ilyen fantasztikus útlevél. Mert mindenki azt hiszi, hogy csodabogár vagy, hogy mit csinál hát, az a csávó. Igen. És kb. minden nap az volt Ázsiában, és meg később is, hogy, hogy hé, hey, mister, Mr. Selfie, Selfie, így megláttak, és így naponta 50 selfit kellett adni mindenkinek, mert így nagyon tetszett az embereknek. Volt olyan, na mindjárt visszatérek erre a sztorira, és megemlítem, hogy egyszerűen eljutottam egy olyan kis faluba Indiában, ahol találkoztam egy ember, és azt mondta, hogy én vagyok életében az első fehér ember, akivel itt találkozott. Szóval hogy nem is láttam oh, igen, és az előző emberke meg elvitt a családjához, és kiderült, hogy egy 20 négyzetméteres házban laktak, négyen az egész család, ebben benne volt a konyha, a WC, alvás, minden, és meghívtak ebédelni, kb. csak egy volt nekik, amit fel tudtak szolgálni, de hogy annyi szeretetet kaptam tőlük, és úgy odaadták nekem azt a tárist, és együtt tettünk, hogy én majdnem elájultam kb. ettől a szeretettől, és, és, nagyon sok helyen jártam a világban, ahol ilyen úgymond szegénység van anyagilag, viszont ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy lelkileg is szegények lennének az emberek, és mivel sok időt töltöttem ilyen helyeken, sokkal jobban értékelem már azt, hogy nem ezeket az anyagi dolgokat, hanem, hanem így szeretni. Adni, kedvesnek lenni, odafigyelni a másikra. Ezeknek szerintem egy nagyobb jelentősége van, és ahogy utaztam, ez így nőtt bennem. Aztán hasonló dolgot találkoztam, most kicsit előröglünk, Fidzsin. Fidzsin egyébként nincs kolbászból a kerítés, meg amit lehet látni az utazási prospektusokban, azok, azok ilyen reszortok, de az emberek falvakban laknak, és, és egyáltalán nem tehetősek. Viszont van egy olyan szokás itt a Fidzsi lakó embereknél a falvakban, hogyha valaki elkezd ebédelni, és elmegy a házuk előtt a szomszéd, mondjuk a Józsi, akkor kiszólnak neki, hogy Hé Józsi, gyere már be ebédelni! Hogy ez egy ilyen konkrét szokás, hogy a falun meghívják egymást ebédelni. És olyan jó volt ezt látni, hogy engem is meghívtak ebédelni. És ott is az volt, ami Indiában, hogy kb. egy pár szemrizsük volt, meg reggelire keksetettek, vajas kekszet, az volt a reggeli, meg volt egy bizonyos teafa, aminek a leveléből csináltak teát, és ennyi volt a reggel, de hogy annyira jól esett, hogy ezt a reggelit is megosztották velem. És volt még egy fontos dolog, amit Fidzsin tanultam, hogy egyszer eljutottam egy vírasztásra, elhunyta egy falubeli, és akkor elhívtak engem is. Ez a vírasztás arról szólt, hogy ott volt kb. 50 ember, és elmesélték, hogy ki hogyan kötődött ehhez az emberhez. És itt vettem észre azt, hogy amikor egyik ember mes Élt, és akkor mondta, hogy ő neki milyen emlékei vannak erről az elhunyt emberről. Mindenki más síri csendben volt. Amikor befejezte a mondani valóját, akkor jött a következő ember. És amikor meg hazaérkeztem négy év után, az volt az egyik első dolgom, amit észrevettem, hogy, hogy találkoztam a barátaimmal, különböző baráti körökbe csapódtam be emberek társaságába, és egy csomószor, nem mindig, de sokszor mindenki keresztbe beszélt, mindenki hallatni akarta a hangját. Hogy Baba, bababa, bababa, én ezt akarom mondani, én ezt akarom mondani, és ez nekem így, így furcsa volt, és nagyon örültem, hogy megtapasztalhattam az ellentétét is, és olyan szép, képesség az értő figyelés, és azzal valamikor sokkal többet tudunk hozzájárulni egy közösséghez, egy beszélgetéshez, mint hogyha hogy mi csak hallatjuk a hangunkat. Szóval sokat tanultam a kommunikációról is. Ez anyaposztjátja, egy kort pozitív energia minden nap, lélekkofeim nagyon nehéz megszólalni, annyira, annyira magával ragadó, ahogy mesélsz az egész utazásról. Ugye említettem pár perccel ezelőtt, hogy szeretném, ha elmesélnéd a hallgatóknak a csuklódról, uh -huh. fogla, csuklóddal foglalkozó is történetet, de hogy ha még egy dolgot ki kellene emelni, még mielőtt elmeséled, még kérlek, oszd meg velünk ilyen csodás gondolatokat. Akár spirituális, Jó. akár tényleg ilyen agykontroll, a, a, a mentális jóléted, a fizikailag azért ez egy borzasztóan nehéz és megterhelő, hát négy éved volt hogy azért ezt hogy bírtad egyáltalán ezt, ezt egy mínusz fokokban, plusz 50 fokokban végig nyomni? Utólag egyrészt nem tudom. Hogy <laughs> tavaly is, amikor eljött a tél, akkor már itthon voltam, és akkor volt egy mínusz egy-két fok, és akkor arra gondoltam, hogy hú, milyen hideg van. Aztán eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt meg ott tekertem Tadzsigisztánba mínusz öt-tíz fokokba, rövid gatyába, mert amúgy meleg volt máshogy. Szóval nem tudom, az egyik magyarázat az az volt, hogy mi nem úgy utaztunk Ádámmal, hogy hoppak, oda repülök, nem tudom, Indonéziába vagy valahova, hanem elindultunk Magyarországról, és így szép lassan át tűntünk a következő országba, és akkor nem értek meglepetésként nagy kulturális változások, hanem, hanem is szép lassan kezdtünk becsöpögni a következő részbe. Még egy, az egyik, amit is szoktak szeretni, sztori, az Ausztráliába történt velem, amikor kiderült, hogy át kell kelnem egy sivatagon. Ez úgy derült ki, hogy épp balin voltam, és... <laughs> Hát a, van egy ilyen forró fejű részem, és akkor azt néztem Balin, hogy akkor hogy lesz a legolcsóbb eljutni Ausztráliába, és két különböző város volt, a legolcsóbb volt a repjegy. Az egyik Camps volt, az Észak-Kelet felé található Ausztráliába, a másik meg Perth. És akkor gondoltam, hogy én Perthbe fogok repülni, mert az volt a legolcsóbb, hogy most megvettem a jegyet, és onnan szerettem volna Sydney-ig eljutni. És ha már megvettem a jegyet, akkor kicsit megnézem, hogy mikkel fogok találkozni Pörsz és Szidmi között, és utána derült ki, hogy egyébként ott található a világ egyik legnehezebb kerékpáros oh. útvonala. A nála sivatag ami egy olyan 1300 kilométeres szakasz, ahol nincsenek falvak, települések, nincs Lidl, meg Spár, meg ilyesmi, hanem. Semmi. Az Ausztrálok úgy hívják ezt a részt, hogy az Outback, az Isten háta mögött. Annyi, hogy ilyen 100-200 kilométerenként van benzinkút, ahol méreg lehet venni cuccokat. És akkor azért kiderült, hogy nekem át kell kelni a sivatagon, és először így ledöbbentem, hogy hú, át kell kelni a sivatagon, ez durva. És akkor a következő gondolatom az volt, erre tök emlékszek, hogy hú, át kell kelni a sivatagon, ez menő, hogy hogy végre van igazán jó kihívás. És ekkor már külön utaztam Ádámtól, és úgy éreztem, hogy ez, ez egy beavatás lesz számomra, hogy, hogy egyedül is meg tudom csinálni. És az történt, hogy mielőtt eljött ez a sivatagi szakasztán, egy két hetet kellett bicikliznem a, a eddig a sivatagig, és az utolsó, a, igen, az utolsó városban bementem a helyi nagyboltba, és vettem sokkal több kaját, meg italt, amit szoktam, vagy vizet, mert hogy ugye most fel kellett készülnöm, sokáig nem lesz se bolt, se semmi. És szereztem szerencsére plusz egy táskát, amit valahogy így fölkötöztem a biciklim hátuljára, és ebbe a boltba a legnagyobb mennyiségű víz, az egy 10 liter és balom balon volt. Úgyhogy azt is valahogy ilyen ákombákon módon fölkötöztem a biciklim tetejére, mert máshogy nem fért el, és így indultam el a sivatagon átkelni, és ekkor már 70 valahán kilót nyomott a bicikli a pluszkaja és a pluszvíz miatt. És Rengetegszer kaptam szembeszelet ezen a részem, meg az előző napokban is, viszont aznap rám mosolygott az univerzum, és hátszél volt. Pedig délbe, délbe indultam el, miután bevásároltam, és fölpakoltam, és este olyan a hatig, fél hétig, amíg be nem sötétedett, olyan 130 km sikerült haladnom. Az út közepén, ahogy nézegettem a térképemet, azt vettem észre, hogy van egy rövidítés, amivel kb. 50-100 km lerövidíthetek. Viszont arról úgy tűnt, hogy le kell térni a főútról, és mellékutakon kell folytatni az utat. Nem mondom, jó, van akkor én rövidítek, az kész. És akkor mentem, mentem, és egy 70-80 km után eljött ez a rövidítés, letértem az útról a rövidítés felé, és egy idő után az aszfaltút átváltott homokos úttá. Jó, mondom, az semmi gond, megy tovább. És mentem tovább, és átváltott egy még rosszabb minőségi úttá, de még ott is lehetett biciklizni, csak sokkal rosszabb volt. És este, amikor besötétedett, lefeküdtem aludni a sátramba másnap fölkeltem, hogy folytassam az utamat, mentem körülbelül egy kilométert még előre, és akkor egy hatalmas nagy mocsár állt el az utamat. És se előre, se balról, se jobbról nem lehetett megkerülni, egyetlen egy megoldás volt, vissza kellett fordulni. És mivel még mindig tartott a hátszelem, de meg kellett fordulni, ezért szembeszélbe kellett biciklizni, és ráadásul visszafelé. És alapból amúgy ilyen békés, jólelkű srác vagyok, viszont akkor elkezdtem beletenni magam egy negatív spirálba, ebből lehet már, hogy a hallgatók is találkoztak ilyesmivel, hogy elkezdtem magamat okolni azért, hogy miért nem figyeltem jobban az útra hogy miért nem néztem meg jobban a térképet, miért nem olvastam jobban utána, és egyáltalán hogy lehet, hogy így elkezdtem dühös lenni, és hogy egyáltalán hogy lehet, hogy így kommentálom a gondolataimat, pedig már nem tudom hány éve foglalkozok meditáció, meg mindennel, és így egyre el dühösebb lettem, és egyre rosszabb volt a helyzet, majd közben visszatekertem egy 30 kilométert, és akkor láttam a térképen, hogy van egy másik bekötőút is, ami szintén egy Szóval nem kellett visszatekerni a legelejéig, hanem volt egy másik rövidítés, egy kevés rövidítés, mint ez a nagy, de ott úgy gondoltam, hogy végig tudok, jutni a főútra. csak elindultam ezen az úton, és ez az út meg olyan szuper rossz minőségű volt, hogy nem volt egy olyan négyzetcentiméteres sáv, ahol sima lett volna az aszfalt, hanem végig zögykölődtem, hogy ez ment vagy tíz órán keresztül, és ez idő alatt az a vizes, tíz literes vizes balon azt hiszem kilencszer esett le. És akkor meg kellett állni, letámasztani a biciklit, lehajolni a 10 literes balonért, visszatenni, valahogy fölkötözni, úgy, hogy ne essen le, menni megint tovább, mérgelődni, megint ment egy kilométert, megint leesett, megint, megint, megint leesett, és az volt a csúcsa ennek a negatív spirálnak, amikor mentem ezen rossz úton, és egy hatalmas nagy pocsolya volt megint előttem, de úgy éreztem, ezt ki tudom kerülni, láttam a pocsolya túlvégét. Belementem lendületből a biciklivel, és félúton el elcsúsztam, egy nagyot estem, és akkor tök dzsúvás lettem, sáros lettem, és ugye nem volt nálam zuhanyzó fülke, meg ilyesmi, úgyhogy ez egy elég nagy mínusz, hogyha tök koszos leszek a sivatagban. És akkor voltam a, a csúcsán ennek a dühösség, meg negatív spirálnak, és úgy döntöttem, hogy ez így nem mehet tovább. És akkor most jön a tanítás rész, hogy letámasztottam a biciklimet, és eldöntöttem, hogy itt valamit csinálnom kell, mert hogyha ezt folytatom, akkor fel fog robbanni a fejem kb. És ott volt a közelemben egy kő, leültem erre a kőre, és elkezdtem mélyeket lélegezni és ezt csináltam körülbelül egy 5-10 percig, és arra jöttem rá, hogy <laughs> ha dühös vagyok, ha nem, akkor is át kell kelnem a sivatagon. És hogy még most tartok az első napnál körülbelül, vagy a másodiknál, és még hátra van kb. három hét, hogy hogy ez így nem mehet tovább, és elhatároztam, hogy innentől kezdve bármilyen nehézséget is teszelém a sivatag, az élet, én derekasan helyt fogok állni. És nem fogom hagyni, hogy a gondolataim így elnyomjanak. Nem fogom hagyni, hogy rosszul érezzem magam, mert tök függ az életünk minősége attól, hogy milyen állapotban vagyunk. És, és hogyha van egyfajta belső békénk, egy belső tartás, akkor működünk a legoptimálisabban. És ahogy ezt így elhatároztam, kinyilvánítottam a szándékomat, és közben láttam magam előtt azt, hogy megyek tovább, és majd történnek a nehézségek, de én így helytállok, és így megküldöm, mint a gép, az egy hatalmas nagy fordulópontja volt az utazásomnak. És én pedig ezután kezdődött még csak a java, volt hogy, hogy, hogy ezt elhatároztam, és akkor mentem tovább, és tényleg onnantól kezdve nem voltam dühös egyszer se és volt olyan talán egy-két nappal később, hogy már késő, már közel este volt szürkület, és megálltam, hogy felhúzzam a sátramat, és pihenjek, de akkor már 6-8 órát tekertem, és akkor lefeküdtem aludni, de akkor már nem voltak fák meg bokrok, hanem csak ilyen mini bokrok voltak végig, és éjjel olyan 11 vagy éjfél körül arra keltem föl, hogy akkor a szélvihar van, hogyha benne maradok a sátorból, akkor vagy sátrastól befúj a, a szélvihar az óceánból, vagy megsemmisül a felszerelésem, vagy nem tudom, menekülnöm kellett, ez volt az egyetlen egy opció. És annak köszönhetően, hogy, hogy elhatároztam, hogy én nem fogok majrézni meg semmi, hanem bármi történik, én, reka, én úgy hívtam ezt, hogy a a zseniális Nálárbor expedíció, meg el is neveztem ezt a kis mini expedíciót, úgyhogy mindenemet arra állítottam át, hogy én itt mindent meg fogok oldani, és fölkeltem akkor 11-kor, fölvettem a fejlámpámat, összecsomagoltam a matracomat, valahogy egyik lábammal a sátramat fogtam le, a másikkal a bicikli táskába kezdtem bepakolni a cuccaimat, és összepakoltam körülbelül éjfélre, szerencsére nem történt károsodás a cuccaimban, és akkor ott a semmi közepén éjfélkor elindultam, hogy keressek valami menedéket. És körülbelül egy óráig ott a semmi közepén tekergettem, majd akkor sikerült egy olyan magas bokrokat találnom, amik már szélárnyékot nyújtottak. És ott le tudtam feküdni, aludni. És túléltem az éjszakát. És onnantól kezdve még több olyan éjszakám volt, ahol vagy menekülni kellett, vagy vihar volt, vagy hatalmas nagy eső, és reggel megint arra keltem, hogy túléltem az éjszakát. És nem az volt, hogy megnézem a telefont, hogy hopp, két Facebookon vagy valami, hanem, ahogy előbb is mondtam, hogy így még egy napra kaptam lehetőséget, és hogy utazhatok, érezhetek, gondolkodhatok, emberekkel találkozhatok, felfedezhetek. És három hétig utaztam így a sivatagban, és ahogy így visszatértem a civilizációba, azt vettem észre, hogy megtanultam bízni magamban és bízni az életbe. És ez a mai napig kitart velem történet bármi körülöttem, például pár éve volt a Covid, aztán, hogy így háború van Ukrajnába, emlékszem, mondta egyik ismerősöm, hogy, hogy jött egy olyan hír, hogy Tatabánya felett, vagy hol, hogy azt látták, hogy olyan vadászgép van, és hogy tervezzük meg a menekülési útvonat, meg ilyesmi, és meg nincs az életemben olyan, mint hogyha egy más dimenzióba kerültem volna, hogy nem érkeznek meg hozzám a, a jaj típusú gondolatok, meg érzések, hanem, hanem egy ilyen belső mosoly van bennem folyamatosan. Ez nem azt jelenti, hogy én dugom a fejemet, és hogyha jön a busz, akkor kilépek elé, hanem, hanem egyszerűen már így nem aggódok és szorongok. Három éve csinálom a podcastot, a Dorján, és rengeteg mély beszélgetésem vagyok túl, és most is egyszerűen kb. alig tudok beszélni, mert így nem tudom, hogy nevessek, vagy mosolyogjak, vagy sírjak, hogy olyan tanításokat hozol nekünk, és bízom benne, hogy én most a hallgatóimnak a hangját fogom kihangosítani, hogy, hogy ez, ez, ez valami döbbenetes. Kicsit olyan tudod, mint amikor a kislányomnak nagyon szeretem mesélni a magyar népmeséket amikor elmegy a királyfi, és akkor hát leküzdi a hétfejű sárkánynak a, a gorosságát, és még mondhatnánk, ugye a hamogasült sült pogácsától kezdve az egésznek van egy ilyen szimbolikája, egy ilyen misztikuma, egy ilyen, egy ilyen igazi mese része, és a leges legvégén a királyfi mindig jól jár, és, és túl lesz a, a, nehézségeken és a próbáltatásokon, és, és valahogy ezt érzem rajtad is. Ezt mondták már neked? Ez a népmese szimbóluma. nem, amúgy te vagy az első. Hogy valahogy így ez jutott eszembe, hogy annyira sok tanítással, és hiszen minden magyar népmesének, ha belegondolsz, van egy varázslatosan szép tanítása. És amióta itt beszélgetünk, minden egyes kis pillérnél volt egy gondolatod, volt egy olyan kis tanításod, megint csak ismételni tudom magamat, amivel így az embereknek szerintem nagyon sok mindent tudsz adni, többek között hitet, erőt, reményt hogy említetted, hogy te a mai napig így éled az életedet. Ugye megérkeztél ide a, a kis stúdiónkba, és mondanám itt a hallgatóknak egy ilyen zárójeles megjegyzéssel, hogy pont meséltem valamiről az adorjának, egy ilyen nehézségemről, és akkor az volt ugye a választott, hogy majd az élet úgy is hozza meg, hogy te abszolút ezt szerint éled az életedet, hogy mindig jön valami jobb, valami más, valami egyedi, valami értékesebb, hogy ezt kérlek még egy kicsit jobban fejtsd ki, kértem is, hogy ne mond még el mikrofon nélkül, most eljött ez a pillanat, hogy ez a fajta belső élet ösztön, erő, életigenlés, öröm, nyitottság, kedvesség, nem is tudok, csak szuper latinuszokkal tudok rólad mesélni, így a hallgatóknak is, hogy, hogy honnan jön, miként jön, és hogy csinálod? Fú, ez jó, jó kérdés, összetett kérdés. Az első dolog, ami eszembe jutott, hogy én 5 perccel azelőtt érkeztem ide, ahogy megbeszéltük, 4, 55 vagy 50 körül, és egy gyönyörű, szép vízpart szélén van a stúdió, és soha nem jut már eszembe az, hogy nekem most így várakoznom kell, vagy türelmetlenkedjek, vagy ilyesmi. Azt vettem észre, hogy milyen gyönyörű itt a környék, és kimentem megnézni a vizet, a, a füves részt, és találtam egy ott, találtam két napozóágyat, és arra gondoltam, milyen szuper lehet ott napozni, és kicsit én is beleértem magam. Azt nem tudom, hogy honnan jöttek ezek már, mint hogy abban biztos vagyok, hogy a kihívások nagyon szépen nemesítik a lelkünket. És én régebben, még ilyen 20-as éveim közepén is akár, vagy végén is. Voltak olyan problémák, amik úgy utólag visszagondolva, hogy a szőnyeg alá söpörtem. Hogy akkor ezekkel nem foglalkozok, és kész, mert nincs hozzá kedvem, vagy ki kell a komfortzónából. És az utazás során meg azt tanultam meg, hogy igenis tökre fontos és hasznos belemenni az élet feladatainkba. Főleg akkor, amikor azt veszük észre, hogy harmadszor, negyedszer, ötötszörre találkozunk ugyanazzal a helyzettel. Mert akkor valamit már biztos, hogy tanítani akar az élet. Nekem volt egy olyan felismerésem, mert szintén Indiában játszódik ez a sztori, amikor imádom a déli gyümölcsöket, és az egyik kedvencem a Mangó. És Indiában megvan a Mangónak a szezonja, és azt hiszem 6 hónapot bicikliztünk Indiába, és az első 1-2 hónapban még nem volt Mangó szezon, és igen, egy idő után elkezdtek megjelenni a Mangók mindenhol. És amikor először azt láttam meg, éppen bicikliztem a főúton, hogy ott van előttem egy hatalmas rakásmangó rakás mangó egy gyümölcsárusnál, még nem tudom, hogy ilyen száz méterre lehettem ettől a gyümölcsárustól, akkor az első gondolatom az volt, hogy ú, de király, mangó. A következő gondolatom az az volt, hogy mi lesz, hogyha oda megyek, és így nem fogja megérteni a nő, amit én szeretnék kérni, sőt, mi lesz akkor, hogyha ki is fog nevetni. Jöttek egy ilyen bizonytalanság típusú gondolatok bennem. És a biciklizés számú, ugye 4-5-6 órát bicóztam naponta, az egyfajta meditáció is volt, meg előtte is meditáltam, és ezeknek köszönhetően sokkal könnyedebbé vált felismernem a gondolataimat, és el tudtam választani önmagamat a gondolataimtól. És ebben a pillanatban felismertem, hogy hopp, érkezett egy olyan gondolat, aminek amúgy kb. semmi értelme, mert hogy, vagy nem az, hogy nincs értelme, hanem egy negatív gondolat. És azt találtam ki, hogy innentől kezdve én szövetséget fogok kötni a félelmeimmel. És hogyha jön egy gondolat, hogy nem menj oda mangót kérni, mert be fogsz égni, vagy valami, akkor már csak azért is oda fogok menni. Azorján, ehhez egy iszonyú erős tudatosság kell. Ezt éveken keresztül tanítják ugye nekünk, akár teljesen mindegy, hogy most hol, hogy egyetem, vagy bármiféle iskolában, vagy könyvek, meg, meg meditációs, meg motivációs, meg mindenféle spirituális tréner, meg kócsok, hogy hogyan tudod fülön csípni akár ezeket a negatív gondolataidat, vagy akár a triggerpontjaidat, amivel ugye beindulnak ezek a folyamatok. Erre te magattól jöttél rá ebben a helyzetben, ezekben a negatív helyzetekben? Igen. Igen, elég jó vagyok önmegfigyelésben, és abszolút szuper rá vagyok kattam a mai napig erre, hogy milyen belső folyamataim vannak, mi, mi, miket miért csinálok, és minél jobban megismerem önmagamat, annál jobban tudom megismerni az egész világot, az embereket, és, és egyre nagyobb és mélyebb elfogadásban élek. A mai napig így élsz? Igen, igen. Van olyan, amikor kizökken ebből, és mégis elfog az a fajta negatív energia, dű, mondjuk olyan gondolatok, aminek tényleg se, füle, se farka, de mégis bele tudsz sodródni. Igen, igen. Egy hónapja kb. volt egy pár nap, amikor azt éreztem, hogy kicsit ilyen szomorú vagyok. És ahogy elkezdtem ezen dolgozni, ez nekem számomra Szóval minden érzés, én azt vallom, hogy helyén való. És elnyomni az érzéseinket, az, az nem járja, hanem hogyha így megjelenik valami az életünkbe, akkor ahogy így előmeséltem a félelmekkel, az érzések is biztos, hogy valamit így mutatnak, vagy tanítani szeretnének. És én ahogy így ezt elkezdtem vizsgálni, arra jöttem rá, hogy ez egy minta, hogy nem is ez a, ne, nem belőlem származik az én, ragyogó, csodálatos lényemből, hanem valószínű szülőktől, nagyszülőktől, hogy valahonnan jöhetett ez a minta. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy miért jelenhetett ez meg, és hogy hogyan tudnám áttransformálni ezt a dolog, Szóval ez most csak egy ilyen kis történet, és egyébként sikerült áttransformálni, csak hogy, hogy ki lehet használni mindent lehetőségként. Ha egy dolgot ki kellene emelni, mit adott neked ez az út, de csak egy dolgot mondhatsz. Jó, van ez, hogy csináljunk. Próbáld meg. Jó, szabadságot. Szabadság. Elmeséled, ha már én már annyiszor felhoztam a igen, igen. meséld el a hallgatóknak kérlek. Jó, a csuklótörés Japánban történt, azt érdemes tudni, hogy én úgy utaztam, hogy nem volt biztosításom, nem vittem magammal a gyógyszereket se, hanem a biztosításom azért nem volt, mert olyan két-három millió forint lett volna, a biztosítás, és jaoltásom se volt azokban, én nem hiszek annyira inkább, és nem azt, hogy nem hiszek az oltásokban, hanem inkább nekem az volt a fókuszom, hogy az emberi test a föld legösszetettebb, hát olyan, mint egy biokémiai szuperszámítógép, és több trilliárd sejtből vagyunk összerakva, akkor naponta százzer szerver a szívünk, úgyhogy nem kell vele csinálni semmit. Én abban hiszek a mai napig, hogy meg tudjuk magunkat gyógyítani, és sokkal többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. Na, és akkor utaztam Japánba, egy pár napja érkeztem Fizsiről, és az egyik dél, délután, amikor bicikliztem, nem voltam figyelmes, mert a biciklizés közben zenét hallgattam, néztem a térképet a telefonomon, közben össze-vissza járt a helyem valahol gondolataim el voltam varázsolódva, <laughs> és nem vettem észre, hogy az út szélén van egy nagy keskeny, hosszú vájat, ahova beleszorult a biciklinek az első kereke és elvesztettem az egyensúlyomat a bicikli felett, és egy hatalmas, nagyot takáltam. De még előtte is egy csomószor estem, ezért arra gondoltam, hogy jó van, semmi gond, majd lefekszek aludni, aztán másnapra nem lesz semmi bajom. De azért éreztem, hogy jó lenne pihenni, mert azért elég komoly esés volt. És mivel nem nagyon voltam tisztában, hogy a különböző országokba mik a szabályok a vadkempingezéssel, ezért törekedtem úgy kempingezni, vagy sátorozni, mindig úgy low profile hogy elbújtam. Mert utazás elején volt pár szó, hogy a rendőrök keltettek föl a parkba, meg ilyenek, és kezdve a nagyon fontos volt, úgyhogy mindig elbújtam. És itt Japánban is, abban a kisváros szélén, ahol voltam, megkerestem a térképen, hol van a legközelebbi park, és annak a legszélén elbújtam, főhúztam a sátramat, és lefeküdtem aludni. És éjjel kettő körül arra keltem föl, hogy annyira fáj a csuklóm, hogy én még ilyen durva fájdalmat soha életemben nem tapasztaltam. Itt szétszakadt a csuklóm. És onnantól kezdve így már nem tudtam aludni, és próbáltam meditálni, meg légző gyakorlatozgatni, meg imádkozni, de hát annyira fájt, hogy ott gyakorlatilag csak a túlélésre játszottam, és addig kellett kibírnom, amíg el nem kezdett feljönni a nap, olyan 7-8 óra körül. És akkor megnéztem a telefonomon a térképen, hogy hol van a legközelebbi kórház, és elmentem a kórházba megvizsgáltatni a csuklómat és megröngenezték a dokik, egyébként Japánban minden szupermodern, és minden működik. Kaptam egy kis ápolónőt magam mellé, aki beszélt angolul, és akkor elvittek ide, oda, amoda, mindenki most tök jó fej volt, megvizsgálták a öt helyről a csuklómat, megröngenezték, és azt mondta a doki, hogy itt eltörött a csont és hogy ha nem csinálunk ezzel semmit, akkor nem fog összeforni, és világéletemben bén a csuklóm lesz. Ő azt javasolja, hogy műtsük meg, és az úgy fog kinézni, hogy a törött csont két részét ki kell fúrni, és egy csavarral a két törött csontot össze kell fogatni, hogy, hogy szabályosan össze tudjon forni ami egyébként másfél millió forintnak megfelelő jembe fog kerülni, és fél éves rehabilitációval fog járni ez az utazás. Tehát fél évig nem folytathatom az expedíciót. És számomra ez egészen elképesztő volt, nekem ez nem volt szimpatikus ez a megoldás, főleg az a része, hogy ki akarják fúrni a csontjaimat, ami ahogy előbb említettem, én azzal nézettel voltam akkor is, hogy, hogy a, a, testnek minden része egy csoda, egy o, olyan gépezet, hogy hiába most nyilván tart valahol a modern orvostudomány, de szerintem kb. ilyen egy se ismerjük, hogy mi hogy működik és miért, és ekkor felhívtam a szüleimet, pont tudtam velük beszélni, és elmondtam nekik, hogy mi a helyzet, nagyon örök nekik, hogy tudtam beszélni, és meséltem, hogy már két év, több mint két éve úton vagyok, és hogy nagyon fáj a csukló, meg akarják műteni, de hogy én nem érzem ezt a műtétet, meg ezt a fél éves kihagyást és apukám nem szokott mindig ilyen nagyon bőbeszédű lenni, de akkor azt mondta erre, annyira emlékszek, hogy Adorján, így minden jobban várjuk, hogy, hogy ha az a gyere, meg tök jó lenne, ha már holnap itt lennél, viszont hogyha már megcsináltad az expedíciót több, mint a felét, akkor szerintünk fejezd be, csináld végig. Ezt mondta az apukám, így szuper, meghatódta, meg így ez, ez volt az utolsó üzenet, ami segített eldönteni, hogy nem fog kérni ebből a műtétből, nem fogok fél évig lerobbanni, meg ilyesmi, hanem meggyógyítom saját magam, és kész. És onnantól kezdve, ja, a kórházba kaptam egy ilyen gipszerű cuccot, ami segített, megóvott a fájdalomtól, mert nem tudtam mozgatni a csuklómat, és egy pár napon belül bevonzottam egy Josi nevezetű srácot, épp egy kisvárosban voltam, valahogy elkezdtem Josival beszélgetni, és akkor látta, hogy el van törve a csukló, meg ilyesmi, és kérdeztem tőle, hogy tudna-e segíteni szállásügyben, mert biztos voltam benne, hogy egy pár hétig most, bár kipróbáltam, tudtam egy kézzel biciklizni, de tudtam, hogy ha én meg akarom ezt gyógyítani, akkor rengeteg fókuszt, energiát, időt erre rá kell szentelni. És azt mondta Josi, persze, itt van a közelben egy háza, ilyen tökpenő, ilyen tipikus, ilyen japán, rizspapír ajtós háza volt, és mondta, hogy ott maradhatok akár három hétig is, hogy szeretnék. És akkor ott maradtam Josinás, minden reggel öt körül keltem, és egyből, hogy kintottam a szememet, elkezdtem meditálni. Meditás után imádkoztam, így arra gondoltam, nem vagyok egyébként vallásos, hanem inkább abban hiszek, hogy van egy mindent körülvevő és benne levő tudatosság, ami egyben egy szeretet is, ami annyira szuper meg a menő, hogy fel se tudjuk fogni, de hogy, hogy valami nagyon szuper dolog. <laughs> Igen, nehéz szóba foglalni, mert sokai mondtam ennek a, ennek a szeretettek, hogy hogy köszönöm, hogy napról napra gyógyul a csuklóm, egyre, minden nap egyre jobban érzem magam, meg forr össze a csont, a kis sejtecskék, hogy dolgoznak rajta, meg tök menő minden, meg közben légző gyakorlatokat csináltam, és ami még segített, hogy elkezdtem egy kézzel írott naplót vezetni, és abba kérdéseket tettem fel magamnak azokat a kérdéseket, hogy, hogy miért történt velem ez, mert én tökre hiszem azt, hogy minden, ami történik, így okkal történik, és értem történik, mi az, amit észre kell vennem. Köszönöm, hogy tisztán látok, köszönöm, hogy megtanulhatom, amit meg kell tanulni, köszönöm, hogy tovább léphetek ezen, és akkor így elkezdtem önmagammal szuper őszintén kommunikálni, és egyre mélyebbre és mélyebbre menni ebbe az egész dologba és ez a naplózás adta meg az egyik gyógyulásom kulcsát, ami az volt érdekességképpen, hogy túltoltam. Nagyon keveset pihentem előtte, és csak így mentem, mentem, mentem előre, néha egy-két napra megálltam, de hogy így elfáradtam, és valószínűleg ez már sokadik pofon volt az élettől, és így megálltott az élet. A másik dolog meg az volt, hogy így különváltunk váltunk Ádámtól, először Malajziában, aztán utána találkoztunk Japánba egy ideig, de megint különváltunk és és igazából mind a kétszer az én ötletem volt, hogy külön váljunk, viszont nem tudtam, vagy nem mertem teljesen őszintének lenni, és beleállni abba a választásomba, hogy én külön szeretnék utazni, hanem így hebegtem, habogtam, megpróbáltam a komfortzónán belül belülevezgetni, meg ilyesmi, és azt is meg kellett lépnem, hogy, hogy magamba tekinteni, hogy megnézni, hogy én miket hibáztam ebben a dologban. Én bocsánatot kértem Ádámtól, hogy nem voltam megfelelően. Őszinte, és akkor ezekkel a dolgokkal meg ki tudtam mondani, hogy akkor szeretnék most ismét, vagy továbbra is egyedül utazni, hogy egy tiszta vizet öntöttem a pohárba, ez, ez a két dolog annyira hozzásegített a gyógyuláshoz, hogy három hét után tudtam folytatni az utazást. Mindentől kezdve még Ja, a Japánban, vagy minden menő hely van. Még mielőtt elköszöntem volna Jositól. Josi is nagyon szereti a macskákat, meg én is. És kocsiba pattantunk, a biciklinet beletettük, meg a cuccaimat, és együtt elmentünk egy kikötő szélére, ahol fölszálltunk egy kompra, kompoztunk egy órát, és megérkeztünk a Macska-szigetre egy olyan szigetet kell elképzelni, hogy tele van macskákkal mindenhol, és akkor ott el lehet menni, a, lehet találkozni a macska istenséggel, lehet imádkozni, meg különböző helyszínek vannak, én abszolút fantasztikus, a felhőkön jártam kb. a boldogságtól. Itt voltunk egész nap, utána visszakomposztunk, és akkor elköszöntem Jositól, és akkor elmentem innen még biciklivel Tokióba, aztán Kiótóba és Oszakába, és mielőtt tovább álltam volna hawaii -ra, még elmentem egy másik kórházba, hogy megvizsgáltassam a csuklómat, hogy mi a helyzet vele, és így megnézte a, a doki, már nem is röngennel csinálta, hanem a MRI-vel, azt hiszem, az a nagy centrifuga jellegű gép, és azt mondta a doki, hogy nem lát semmilyen törésre utaló jelet. Eltűnt teljesen. Egyszerűen ez fantasztikus, Adorján. Tehát komolyan mondom. Az a helyzet, hogy lejárt a műsoridőnk, de hogy mindenféleképpen szeretnének még visszahívni. És ugye elárulnám itt a hallgatóknak, hogy Ilés Adorjánt várom majd az egyik szolnájtomra is, ami egy nagyon jó kis önismereti estünk. Ugye ez minden hónapban kétszer, két csütörtökön egymást követően egy-egy témát szoktunk feldolgozni, és ilyenkor mindig hívok magammal egy vendéget, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy szakértőt, és hát Adorján Velünk lesz, és bízom benne, hogy minél hamarabb. A pontos időpontról majd mindenképpen majd kiírok mindent, miként, hogyan, hogy tudunk kapcsolódni, stb. Egyszerűen annyira elvarázsoltál, és tudom, hogy még annyi minden benned van, és bennem is ragadtak kérdések. Úgyhogy kérlek téged, hogy még folytassuk. Jó, nagyon szívesen, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam megosztani a gondolataimat. Egy utolsó kérdés marad bennem, hogy most hogyan éled az életedet? Mesélsz még egy picit erről, akár a hivatásod területén, és hogy most van-e valami olyan fő cél, amit még szeretnél megvalósítani? Köszönöm a kérdést. Két dolog miatt értem haza az expedíciómról, hogy való középen említettem, hogy eljutottam Kolumbiába, meg Ecuadorba, onnan még tovább szerettem volna menni Dél-Amerika többi országát felfedezni. Csak egyrészt, akkor már közel négy éve úton voltam, és azt éreztem, hogy annyira sok mindent láttam és tapasztaltam. Mert hát szinte napok, hetek alatt változott mellettem a, a hely, az emberek, az országok, a kultúrák, az ételek, egyszer hideg volt, egyszer meleg, fűröttem az összes óceánba, így minden dzsungelben, hegytetején, aludtam pékségpatlóján, aludtam rendőrségen, tűzoltóságon, buddhista kolostorokban, mindenhol hogy azt éreztem, kicsit elfáradtam lelkileg, úgy szoktam fogalmazni, hogy betelt a kalandtartályom. A másik dolog pedig az, amit már utazás közben is, sőt már előtte is éltem, hogy én valahogy az egy, egyik életfeladatomnak a tanítást érzem, hogy az számomra, amit csinálnom kell, még amikor dolgoztam IT cégnél, ott is már elkezdtem előadásokat tartani, aztán ahogy kiléptem a cégtől, ott is így elkezdtem motivációs tréningeket tartani, és útközben is, iskolákban, templomokban, klubokban, ahol tudtam lehetőséget, teremtettem arra, hogy én mesélhessek az utazásomról. sose az volt a lényeg, hogy ha ah, most jártam Pakisztánban, vagy Indiában, meg de jó volt, hanem Mondom, amit én, én tanultam és tapasztaltam, az az, hogy lehet segítségre minél több ember számára. Mert szerintem tök fontos szerepe van egy ilyen messengernek, egy olyan utazónak, aki ne, nem azt szajkózza, ami a tévébe megy, hogy itt, itt kirabolták a marinénit, meg lebombázták, meg mindent, de közben annyi minden csodálatos dolog történik a világban, hogy hogy ezeket itt szeretem elmesélni. És mióta hazaértem, rengeteg előadást és élménybeszámolót tartottam országszerte, és jelenleg a fő profilom az az, hogy vállalati motivációs tréningeket szoktam tartani, azokat nagyon szeretem, meg egyénileg szoktam emberekkel foglalkozni, egy ilyen coaching folyamaton keresztül végvezetem. Hát coaching, meg terápia is szerintem, mert szeretek néha elmenni a mélybe. Az az én egyik szuper képességem, hogy ítélkezésmentesen valahogy úgy tudok mindenkivel kapcsolódni, hogy a benne lévő istenséget látom meg, és azt segítek a felszínre hozni és akkor ezekkel foglalkozok a folyamataimban, meg előadásokat, élménybeszámolókat és válti tréningeket tartok. Fantasztikus, és tiszta szívből kívánom, hogy sok-sok ilyen legyen még, és szó szerint kicsit furcsa ez de hirdesd ezeket a csodás tanításokat, gondolataidat, amit ugye a saját utadon jártál. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám, folytatjuk mindenképpen. Jó, köszönöm szépen én is. Köszönjük szépen, hogy ma minket választottatok, remélem, hogy tetszett az adás. Mindenféleképpen írjatok, kommenteljetek, lájkoljatok. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, drága hallgatók, hogy mit is gondoltok erről az egész epizódról, Adorjáról, erről a beszélgetésről. Két hét múlva újra találkozunk. Szép napot nektek, sziasztok! Ez volt a Lélek Koffein Power Kristinával. Lélekkoffein.hu Tetszett az adás? Szerkesztenéd a podcast epizódot? Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, aki téged inspirál? Ki az, akinek számít a véleménye? Ír nekünk a podcast kukac ra és mi felkeressük, és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Együttműködő partnerünk a Just Now Production.